két nap alatt két erős földrengés rázta meg tavaly december végén a horvátországi Petrinja városát. A ritka jelenségek összedőlt házakat és otthontalanná vált emberek ezreit hagyták maguk után. A 15 ezer fős város szinte teljesen megsemmisült. A területen azóta több hasonló jelenség is történt. Tolna megye egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzata, a dombovári azonnal segítséget ajánlott a katasztrófa sújtotta vidék lakóinak. A megyei önkormányzattal közösen pénzgyűjtésbe kezdtek. A cél, hogy az összegyűlt adományokból segítsék egy petrinyai középület helyreállítását. A pénz azóta gyűlik, önkormányzatok és magánszemélyek is utaltak már, de még mindig várják a jó szándékú adakozók felajánlásait. Azt látjuk, hogy vannak önkormányzatok, vállalkozók is benne, és magánszemélyek. Van olyan önkormányzat, aki 200 000 forintot adott, volt, aki kevesebbet, vannak magánszemélyekben is igen eltérő, nyilván mindenki a pénztárcás lehetőségéhez képest támogat, vannak egész kis összegek, azoknak is örülünk, már maga a gesztus is nagyon jelentős, hogy valakiben megfordul, hogy ehhez csatlakozik és támogat bennünket. A Tolna megyei önkormányzata a megye mind a 109 települését felkérte, hogy kiki a maga lehetőségeihez mérten, de támogassák a földrengés sújtotta vidék lakóit. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnök azt mondja, azért álltak a segélyakció élére, hogy a felajánlások valóban azokhoz juthassanak el, akik a legjobban rászorulnak, és most cégekkel is felveszik a kapcsolatot, hogy ők is adakozzanak. Megpróbálunk egy kicsit a vállalkozók felé is fordulni. Én most elindítottam egy vállalkozói és egy vállalati látogatást is, nekik is fogjuk ajánlni ezt a lehetőséget, hogy ők is segíthetnek a horvátországi földrengés áldozatainak. A segélyakció kezdeményezői azt tervezik, hogy február végéig biztosan gyűjtenek. Az addig összejövő pénz pedig ezt követően adják majd át a természeti katasztrófa sújtotta Petrinya lakóinak.